Mai adásunkban egy kivételes Bács-Kiskun megye északi határán, Kunpeszér település mellett fekvő peszéri erdővel ismerkedünk meg. Itt még megtalálhatók a fajgazdag, homoki erdősztyepp élőhelyek napjainkra fennmaradt képviselői. Egy közös összefogásnak köszönhetően a Kiskunsági és Faipari ZRT, a Kiskunsági Nemzeti Park és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület összefogott és egy LIFE pályázat keretein belül nem kisebb célt tűzött ki, mint hogy egy teljes Natura 2000-es területen fenntartható pályára állítják az erdőgazdálkodást és megmentik a peszéri erdő értékeit. Maga a projekt a hazai erdősztyepp komplexek ökoszisztéma szolgáltatásainak a helyreállításáról szól. Nagyon ritka erdőtársulásokról beszélünk. Miért komplex? Ugye több erdőtársulásból, több növénytársulásból tevődik össze. Erdősztyepp tölgyesek, pannon homoki borókásnyárasok, peripannon cserjések, nyílt, illetve zárt homoki gyepek. Nagyon változatos élőhelyek találhatók itt a peszéri erdőben, illetve, mint később megtudtuk, a talajvízszint is sokkal magasabban van, mint például az Alföld más részein, illetve a Kiskunság más részein, tehát 2,5, illetve 4,5 méter között ingadozik a talajvízszint, ami alföldi helyzetben viszonylag magasnak számít. A napjainkban megmaradt erdősztyeppek fenntartásában az inváziós fafajok terjeszkedése jelenti az egyik legnagyobb veszélyt. Az inváziós fafajok hatalmas erdővédelmi és természetvédelmi problémát jelentenek. Kunpeszér 11 Béla erdőrész mellett állunk, 2,1 hektár a terület nagysága. Itt szintén saját dolgozókkal, hála Isten a pályázat lehetőségébe ugye őket is fel tudtuk venni. Itt vállaltunk elég nagy területet kunpeszéri erdőtömbben, hogy visszaszorítsuk az invazív fafajokat. Ha még fiatalkorú állományban van, és fiatal az invazív is, van amelyiket mesterségesen, sima kihúzással ki tudjuk írtani belőle, de muszáj vagyunk vegyszeres kezelést is használni, mert ez az egyik fajta, amivel azt vesszük észre, hogy vissza tudjuk szorítani, és eredménye van a kezelésnek. Kiszorítják az őshonos fa és cserjefajokat. Elszaporodásukkal az adott terület biológiai sokfélesége, illetve az erdőállományok gazdasági értéke is jelentősen csökken. LIFE projekt. Ugye a LIFE projektekről tudni kell, hogy minden egyes LIFE projekt úgynevezett akciókból épül föl. A mi LIFE projektünk is ilyen akciókból épül föl. Vannak úgynevezett előkészítő akciók, szakmai akciók, monitoring akciók, illetve a PR-ral, illetve oktatással foglalkozó akciók. Ez az erdőrész az, ami valószínű, hogy a dobogós helyezést érte volna el a pályázatban az invazívval fertőzöttek terén. Biztos, hogy az első háromba benne lett volna, és ennél nem volt akkora természetességi nagy mutatója ennek az erdőrésznek, és ezt egy teljes mesterséges felújítással szeretnénk felújítani ezt az erdőrészt. Nem kis erdőrészről van szó, mert 14 hektár körüli erdőrész, de annyira fertőzött volt a területnek az egész része, hogy más megoldás erre talán nem is lett volna.
A súlyosan fertőzött területeken az inváziós fák gyökere a föld alatt mélyen terült szét. A képen látható szörnyeteg igen hatékonynak bizonyult a földben akár 40 cm mélyen szétterülő gyökerek ellen. Megtisztított területeken fokozatosan megkezdődött az őshonos fafajok visszatelepítése. Kézi, illetve gépi erővel mindenki azon volt, hogy elérjék célukat és újra őshonos fákban gazdag erdőterületet hozzanak létre. Itt most egy egyéves ültetést látunk, ezt tavaly ültettük, ezt az erdőrést. Sajnos az aszályos időszaknak révén így pótolnunk is kell, és ez most ez az enyhébb télnél ugye tudjuk csinálni, mert nincsenek olyan kemény minuszok, hogy ne tudnánk dolgozni a területen. Ezt az erdőrészt ezt gépi pótlással is és kézi pótlással is pótoljuk, mert sajnos vannak olyan részek, ahol nagyobb rész ment ki, ott azt gépi pótlással pótoljuk be, a kisebb részeket pedig a kézi pótlással. Egy erdő növény és állatközössége hosszú, évmilliós fejlődés eredménye. Azok a fafajok, például a bükk, a gyertyán, a kocsánytalan és a kocsányos tölgy, vagy éppen az erdei fenyő a földtörténeti korok során kontinensünkön alakultak ki, s napjainkban őshonos lakói erdeinknek. Velük tökéletes harmóniában élnek az alattuk található lágyszárú növények, udaikban madarak, pelék, denevérek tanyáznak, rügyeiket, magjukat a velük együtt fejlődött őzek, szarvasok, vaddisznók fogyasztják. Évmilliók során összecsiszolódott világukban immár mindennek tökéletesen megvan a maga helye és szerepe. Az idegenhonos fafajok otthona egy másik vidék. Többnyire másik kontinens, ahonnan emberi közreműködéssel érkeztek. Sok keresnivalójuk nincs az itteni ősi életközösségekben. Kevesebb táplálékot nyújtanak, kevesebb élőhelyet biztosítanak az itteni erdő őshonos állatainak. Ha magára hagyunk egy ilyen jövevényekből álló állományt, lehet, hogy egyszerűen kipusztul, de az is előfordulhat, hogy özönfajként mindent letarol az ősi erdő erre védtelen környezetében. Az erdész feladatait a megelőzés és a figyelem. Biztosítása annak, hogy a betelepített vendég csak ott fejtse ki hatását, ahová szánták. De az őshonos erdő sérülékeny értékeit még véletlenül se károsíthassa. Nem őshonos fafajú erdőállományok, őshonos fafajokkal történő szerkezet átalakítása révén nagyságrendekkel több állat és növényfaj számára alkalmas élőhely jön létre. Kumpeszér 25D erdőrésznél állunk. Ez egy 3,5 hektáros terület. Ebben a területben előzőleg egy akácos, sűrű, kefesűrű erdőre kell gondolni, amit kézzel letermeltek, majd ezt a, ami volt rajta faanyag, aprításra került, mivel nem volt annyira értékesítő, hogy akár tűzifával vagy bármiben bírtuk volna értékesíteni, mert ez egy vékony állomány volt. Itt 40 centi mélyen van ez az úzás,
és most itt ebbe a 3,5 hektárba kipróbáljuk azt, hogy szántás nélkül beleütetünk egy tölgyerdőt, szeretnénk itt felhozni. Itt 80%-ban ugye tölgyel, kocsányos tölgyel megyünk vissza az erdőbe, 20%-ban pedig ilyen L1 fafajokat rakunk bele. Most történik meg az ültetést egy erdészeti vontatott ültetővel. Hála Isten a vállalkozó elég ügyes, jó sikerült erdősítések vannak utána, úgyhogy reméljük, hogy ez a 40 centis mélység is fog nekünk annyit adni, hogy itt egy erdőt tudjunk kapni ezután. Hölgyek most elkezdték a visszavágást. Ugye ilyenkor a csemete, hogy a gyökere erősödjön a csemetének, visszametszik a föld felszínén vagy alatta egy ilyen centivel, és akkor nem nyomja ki a szárba azt a pici kis erőt is, ami van a kis gyökérnek, hanem a gyökerét kezdi először erősíteni, és így sokkal jobb lesz az eredésünk, vagy jobban tartósabb marad, hogyha száraz időnk is van, és így reménykedünk benne, hogy a visszavágás után, ugye most azt meg kellett várnunk ilyenkor, hogy a bőjtiszelek azok elmenjenek, mert hogyha betakarják úgy az egészet, hogy utána nem fog ki tudni jönni a csemete újrahajtani onnan. És ez miatt így húsvét után ugye a bőjtiszelek elmennek, és akkor ilyenkor szoktuk kezdeni a visszavágást. A második fanyűvő kupa is az 5 éves felújítási terv része volt. Ezen a napon az önkéntesek azért gyűltek össze, hogy versenyhangulatban végezhessék el az idegenhonos fák eltávolítását. A rendezvény ötlete onnan származik, hogy a OkiLife projekttel nem csak az inváziósoknak a visszaszorítását céloztuk meg, hanem hogy minél több társadalmi réteget be tudjunk vonni ebbe az akcióba. És ez egy olyan rendezvény, ahol nem csak a projektben résztvevő szervezetek képviselői vannak jelen, hanem más olyan csoportok is, akik közvetve vagy közvetlenül, de kapcsolódnak a projekthez. Itt például képviseltetve van a Kunkbeszéd csapata, vannak más természetvédelmi tevékenységek, önkéntesen végzők is. Vannak jelen kutatók, akik ugye nagyon fontos szerepet töltenek be a természetvédelemben az alapadatok biztosításával, valamint jelen vannak a hazai egyetemek számos képviselőinek is a csapatai, ezen kívül külföldi önkéntesek is részt vesznek benne. A projekt során a legértékesebb területekről az összes magtermőkorú egyedet már eltávolítottuk. A második körös kezelésben azokat az egyedeket is eltávolítottuk, amelyek a következő években, 5-10 évben nőnének bele a magtermőkorba, és van egy harmadik korcsoportja az inváziósoknak, ezek a jelen pillanatban magoncnak tekinthető 1-2 éves egyedek. Hogyha ezekkel nem törődünk, akkor 10-20 éven belül hasonló állapotok tudnának kialakulni, mint ami korábban volt, tehát tulajdonképpen az összes eddigi beavatkozással annyit értünk volna el, hogy 10-20 évig felszabadul az erdő, de utána folytatódna minden. Ezekkel az akciókkal, különböző önkéntes munkákkal, így a fanyűvő kupával azt céloztuk meg, hogy eltávolítjuk egyszerű mechanikai eszközökkel, kézzel megfogva, fogóval megfogva, illetve az általunk kifejlesztett karosemelő elvén működő fanyűvő szerkezettel ezeket a magoncokat. A 2017-ben indult erdei élőhely helyreállító program minden szereplője elkötelezett volt a szélesebb társadalmi közvélemény tájékoztatása, oktatása terén.
Projektünkben különösen nagy hangsúlyt próbáltunk fektetni arra, hogy a különböző társadalmi csoportokat, a gyerekektől kezdve, tehát az óvodásoktól kezdve, a felnőttekig, a különböző beállítottságú embereket el tudjuk hozni az erdőbe. Ennek nyilván célja volt, az egyik célja az, hogy rámutassuk, hogy az erdő szép, az erdő értékes, és az erdő mindenki számára hordoz valamilyen értéket. A másik célja pedig az, hogy megmutassuk azt, hogy valamennyit mindenki tud tenni az erdőért. Ezekkel a gyerekekkel most csak kirándulunk, és reméljük, hogy jól érzik magukat, és később is jó szívvel fognak gondolni az erdőre, és óva fogják védeni. De ezek az erdők elindultak egy úton, amely a regeneráció felé mutatnak. Ez azt jelenti, hogy az idegenhonos fajok, az inváziós fásszárú fajok visszaszorításával egyre nagyobb arányban fordulnak elő az őshonos fajok. Hogyha 25 év múlva elképzelem az erdőt, azt szeretném látni, hogy kizárólag őshonos fajokból álló erdőállományok vannak a védett részeken, és ha nem védett részeken sem fordulnak elő magról jól terjedő idegenhonos fajok, például az ostorfa, nyugati ostorfa, a késeimegy, a bálványfa vagy a zöld juhar már nem fog előfordulni a kumpeszéri erdőben. Szakemberek mellett önkéntesek tucatjai jelentek meg, hogy kivegyék a részüket a munkából. Ez azonban korán sem olyan egyszerű, mint azt gondolnánk. Az önkéntesek szerepe nagyon fontos része volt a felújításnak. Időt és energiát nem kímélve, válvetve álltak a szakemberek mellett. Egyetemi hallgatók, családanyák, külföldi önkéntesek, mindenki egy közös célért tette a dolgát. Nagyon sok minden jó benne, a fizikai munkát eleve szeretem, szoktam ilyet a telken is végezni, pont ezt a gajazás elpakolás dolgot. Ez az egyik. Hosszú hétvége van, de a hideg miatt nem tudtunk elmenni a családdal, úgyhogy találtam helyett egy másik programot. Egyik ugye a természet, hogy próbálunk egy kicsit segíteni, halljuk mindenhonnan, hogy mennyi probléma van, és jó érzés, hogy az ember tud valamit csinálni. A másik a lélek, tehát hogy jó dolog kint lenni, levegőn, együtt lenni, együtt dolgozni, ennek is van az a jó érzés, hogy jó dolog csinálni. Tehát érdemes belevágni ilyesmibe. Ötven éves leszek jövő hónapban, úgy gondolom, hogy eljön az ember életében az akkor, amikor már nem a pénz számít, és nem a növekedés és a fejlődés, hanem tennünk rá a társadalomért. Nagyon jól érzem magam, és hát most éppen írtunk, hogy utána tudjunk ültetni. Elvégeztem egy erdésztechnikusi iskolát, erdész lettem papíron, tanulni szerettem volna, gyakorlatot szerettem volna szerezni, kerestem helyeket, lehetőségeket, a Kiskunsági Nemzeti Parkban ezt megtaláltam. Elkezdtünk együtt dolgozni, nagyon sokat tanulok, főként ezért jó, jól érzem magam, jót teszek, a családom is szereti, fiam is erdésztechnikusi végzettséggel rendelkezik. Is itt van egyébként, ő is önkéntesként dolgozik, igazából ez a lényege. Jó levegőn vagyunk, jót teszünk, jó társaság. Az OkiLife projekt keretében nagy hangsúlyt fektetünk az önkéntesek képzésére. Minél több embert szeretnénk ide vonzani, megismertetni velük a Peszéri erdő széleskörű természeti értékeit, valamint bevonni az önkénteseket az itt folyó tevékenységekbe. Az ide érkező önkénteseink tevékenységének óriási jelentősége van, hiszen akad munka bőven. Az erdőt mindenképpen jobbá szeretnénk tenni. Az elvégzett munkát folyamatosan monitorozták és kiértékelték annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban menjenek a folyamatok. Most a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 2017 óta vesz részt az OkiLife projektben, és az elsőleges feladatunk az, hogy mindazok a beavatkozások, amiket a projekt partnerek végezzek, mi azokat vizsgáljuk az elejétől a végéig, és kimutassuk azokat az összefüggéseket, jellemzően pozitív összefüggésekről van szó, amelyek a beavatkozások hatására egy kezdeti rosszabb állapottól egy jobb állapot felé tartanak. A
Ennek ugye az a célja, hogy megnézzük, hogy a projekt elején milyen viszonyok voltak, illetve a beavatkozásokat követően milyen viszonyok alakultak ki. Rendkívül nagy terepi munkaigényű volt, és nagyon sokat köszönhetünk ezeknek a felméréseknek. Ezen kívül kiemeltem, hogy több kiemelt jelentőségű közösségi élőlény él itt a Peszéri erdőben, illetve számtalan védett, illetve fokozottan védett élőlény, növény és állatfaj fordul elő. Ezeknek a monitoringja, felmérése, hogy az adott növény, illetve állatfaj populációja mekkora, szintén az MME feladata volt. Itt azért azt meg kell jegyezni, hogy a Nemzeti Park is jelentős feladatokat vállalt. Idegen területekről származó jövevényfajok évszázadok óta vannak erdeinkben. Európa területén mintegy 12 ezer ilyen található. Ezek közel 15%-a rendkívül veszélyes, agresszíven terjedő, úgynevezett invazív vagy özönfaj. Az erdő a lehető legfinomabban hangolt biológiai szimfónia. Sokféle szólamának, növény és állatfajainak mind-mind megvan a helye, fontossága, szerepe a nagy zöld partitúrában. Ebben az érzékeny rendszerben az invazív, mértéktelenül szaporodó, a többieket elnyomó jövevényfajok szinte rákos daganatként terjedve, sok esetben az egész erdő életét veszélyeztetik. Pusztítják eredeti sokszínűségét, megváltoztatják, esetleg végképp tönkreteszik lakóinak életlehetőségeit, megsemmisítik vagy korlátozzák táplálékbázisukat. Szaporodásuk sebessége gyakran az erdő ősi fajai számára behozhatatlan. Térhódításuk néha silány káoszt és zűrzavart eredményez. Az erdő ősi, bonyolult rendszere ezen új süttetű betolakodókkal szemben gyakran teljesen tehetetlen. Emberi segítségre szorul hát, ahol az erdész ezúttal maga a gyógyszer. Korlátozza, írtja e veszélyes fajokat, beavatkozik, mielőtt még késő lenne, hogy kezenyomán ismét eredeti sokszínűségében élhessen tovább az ősi erdő gazdag életközössége. Annak érdekében, hogy az elért eredmények fenntarthatóak legyenek, tovább kell folytatni az elkezdett munkát. Ha nem figyelünk oda, újra teret hódíthatnak az idegen honos fafajok, és újra kiszoríthatják őshonos fáinkat. Peszéri erdőben ugye a meszes homoki erdősztyek komplexek talán legnagyobb területe található hazánkban, illetve mind a Pannon biogeográfiai régióban. Ez egy rendkívül fontos, hogy ezeket a komplexeket megóvjuk, és hogy utódaink számára is meg tudjuk mutatni, hogy néztek ki ezek az erdők. Ezekből több ezer hektár volt a korábbiakban, mára néhány száz hektárra csökkent ezeknek az erdőknek a területe. Legnagyobb túlélője talán így a Peszéri erdő, és én úgy gondolom, hogy ezzel az 5 év kemény munkával rengeteget tettünk ahhoz, hogy utódaink számára bemutathassuk kellőképpen, és fönntartsuk ezeket az erdősztyep komplex erdőket. Van egy óriási sztereotípia, aminek azért megvannak a szilárd alapjai, nem csak Magyarországon, de úgy általában a világban is, és sajnos hajlamosak vagyunk arra, hogy lesarkítunk bizonyos embereket az alapján, hogy milyen cégnél, egyesületnél és akárhol dolgoznak, pedig valójában az emberen múlik az, hogy milyen lesz az a közös munka. És ez egyrészt meg is adta azt a táptalajt a mi közös munkának, hogy nagyjából ugyanazt akarja az erdész ember is, a hivatásos természetvédő, a civil természetvédő, és ez a közös meder az, amiben együtt haladva gyakorlatilag mindenfajta jelentősebb problematika nélkül tudtuk elvégezni ez alatt az elmúlt 5 év alatt előttünk álló feladatokat. Életerős ez a hely, és ha egy kicsit még segítünk neki együtt, akkor a jövőben is egyre csak jobb és jobb hely lehet.
Az akciók, a szakmai akcióink nagy részét teljesítettük már most. Ugye a projekt az 2022. december 31-el fog kifutni, de tehát még van egy kis előttünk álló feladat, de ezt addig reményeink szerint teljes mértékben be fogjuk fejezni. Azok, akik ebben az 5 évben kapcsolatba kerültek a Peszéri erdőben történtekkel, már biztosan más szemmel tekintenek a hazai erdőkre, és másként gondolnak megőrzésükre. A Peszéri erdőben még sokat ennivaló, és nem fog itt megállni a munka. További hosszú évekre lesz még szükség, hogy fent tudjuk tartani a most elért állapotot. A többi már csak rajtunk áll.